Bajnokoknak kijáró vastaps közepette léptek pályára az atomerőmű ese első aranyérmesei vasárnap délután a Gesztenyes úti sportcsarnokban. Terence Davis, Érsek István, Somodi Csaba, Ziegler László, Lőrinc Viktor, Rajkó Zsolt, Fodor Gergely, Mészáros Zalán és Sitko Ernő, vezetőedző Fodor Péter, valamint akik a gárda tagjai voltak, de nem lehettek jelen, Fodor Márton és Vajdas Jurgilász. Ez feltétlenül jó érzés, az embernek vannak olyan pontjai az életében, amire halálpontosan emlékszik, hogy mi történt. Meg tudja különböztetni az egyéb, az élete folyán történt eseményektől. Ez maximálisan kimeríti ezt a pontot. Tehát életem első önálló edzőként elért aranyérme volt. Nagyon élveztem a meccset, örülök, hogy újra láthattam a régi társakat, edzőimet és a szurkolókat. Mindegyik csapat a szívemhez nőtt. De hát én az első bajnok csapat, ugyebár ők voltak az etalon, hogy mondjam, Pakson, és jó volt őket újra látni. Sajnáljuk, hogy a Vajdó nem tudott eljönni, de Feribá mindenkinek a kedvence volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek a mérkőzésre. Mészáros Zalán mind a négy eddigi paksi bajnoki arany részese volt, így a 2005, 2006, 2009 sikerkovácsaiból összeállított együttesben is játszhatott volna. Jan Pavlik, Gulyás Róbert, Panta István és társaik azonban csak megizzasztani tudták a 2002-es elsőket. A gála végeredménye 87-81 lett. Azok a játékosok, akik valaha bajnokságot nyertek, mindig azt mondják magukról, hogy ez, ők helyt állnának meg, még biztos még beférnének. Ez egy kicsit illúzió is, de jó is esik, hogyha az embernek egy kicsit visszasírják mondjuk, és hiányolják a régi pillanatokat. Annak a sikernek akkor volt meg az időszaka, most egy másik időszak van. Reméljük, hogy lesz még az ASE bajnok. A gála mérkőzés szünetében az atomerőmű ESE vezetése köszöntötte az 1987-ben az MB2-ben bajnoki címet nyert csapattagjait, így volt teljes az ünnepi program. Az eseményről híradónkat követő Lelátó című műsorunkban láthatnak további interjúkat, valamint a gála mérkőzést október 12-én pénteken 18 órától láthatják a Paksi Kistérségi Televízióban.